Egész Európa arra vár, hogy elkezdődjön a koronavírus elleni védőoltások beadása. A kampány minden uniós tagországban december 27-én indul, és elsőként azokat oltják be, akik a legnagyobb veszélyben vannak, tehát az időseket és az egészségügyi dolgozókat. Görögországban pénteken este futott be az első közel tízezer adag vakcina. Egészségügyiek kapják meg először öt aténi kórházban, majd az időseket ellátó intézetek és a politikai vezetés, illetve a rendőrség és a hadsereg vezérkara következik. Olaszországba is megérkezett már a vakcina szállítmány, a római Spallanzani járványkórházból küldik majd szét az országba. Eközben már Franciaországban is kimutatták azt a koronavírus mutációt, amely a korábbiaknál fertőzőbb, és az Egyesült Királyságban jelentették először. Az illető egy Nagy-Britanniában élő francia, aki az ünnepekre ment haza. Tünetmentes házi karanténban van.